Ha az ember messze menne, el ne feledje a házás, annak melegérni visszavár. A Faddi Gárdonyi Géza általános iskola 33 tanulója adta elő a Nemzeti Megemlékezés műsorát. Hagyomány szerint az önkormányzattal együttműködésben a mi iskolánk adja minden évben ezt az ünnepi műsort. Munkaterv szerint mindig az 5. osztályosaink készülnek erre az ünnepélyes alkalomra. Mind a két osztályunk részt vesz benne. Az osztályfőnökök nagy szeretettel és lendülettel készítik fel a gyerekeket erre az alkalomra. Előtte történelem órán természetesen a gyerekek megismerkednek, illetve átismétlik ezeket az eseményeket, hiszen 4. osztályban ez tananyag már, de ilyenkor felelevintik az osztályfőnökökkel, a történelem szakos kollégával, és annak alapján összeállítják az ünnepi műsort. Ami ember, ki most a kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. Bardács József, Fad nagyközség polgármestere köszöntötte a faddi és a dombori lakosokat az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc 176. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen. A vár eleje nem a falakban rejtezik, hanem a védők lelkében. Mondta Dobó István több száz évvel korábban. Igen. 1848-ban is a magyar katonák szívéből és lelkéből áradó gazdaszerethez adta azt az erőt, ami a kisebb létszám és a rosszabb katonai technika ellenére is sikerült fejlődni. Tisztelt ünneplőnek! Az 1848-as év fordulópont volt a magyar nemzet történelmében. Egyfajta határvonal a múlt és a jövő között. Magyarország történetének egyik legmeghatározóbb eseményére emlékeztek, amely nemzeti identitásunk egyik alapköve. A Faddi Béri Balog Ádám Művelődési Ház és Könyvtár mai közönsége egy igazán méltó és szívhez szóló rendezvényről térhetett haza.